Az 1944-45-ös kivégzések áldozataira emlékeztek szerdán délután a Martonosi temetőben, ahol Sabelin Zoltán helybeli plébános alkalomhoz illő szertartása után dr. Forró Lajos mondott beszédet, aki személyes érintettsége és kutatásai nyomán számolt be a történtekről. Az ember, amikor elindul, amikor legelőször hall a történtekről, egy család érintettségről, egy nagyapa ártatlan elvesztéséről, akkor van düh. Persze, hogy vannak indulatok, csak egy idő után, amikor az ember ezzel akár történészként is elkezd foglalkozni, mint jó magam is, akkor ez átalakul. Illetve a másik, ami miatt átalakul, hogy az ember józanul belegondol ezekbe a tettekbe, amik itt történtek, és mi nem lehetünk gyűlölködőek. Tehát akkor mibe fogunk különbözni a gyilkosoktól? Tehát, hogyha mi is gyűlölködünk, akkor ugyanolyanok leszünk, mint az apáink, nagyapáink gyilkosai, és ezt nem szabad. Nyilván nagyon nehéz, mert minden ilyen beszéd az egy időutazás. Az mindig egy kicsit vissza a múltba, és kicsit mindig újraéljük ezt a történetet. Látom az időseket is, akik itt vannak, ők is ugyanígy átélik, sőt, ők szemtanúk voltak. Én nem voltam szemtanúm, hiszen én még akkor meg sem születtem, de ők szemtanúként élik át, és látom rajtuk, hogy hát igen, ez egy nagyon nehéz és küzdelmes út volt egyáltalán, hogy idáig eljutottunk, hogy szabad beszélni róla, hogy van egy ilyen szép, megújított emlékhely. Ezek fontos lépések, rehabilitáltattuk az áldozatainkat, de ahogy szoktam mondani, nem vagyunk az út végén még, hiszen itt azért emberek el vannak jelentlen sírokba temetve. Ezt valamilyen módon tisztázni kell, ki kell hozni a temetőbe őket, és akkor talán le lehet majd zárni ezt a folyamatot, és marad már csak a megemlékezés évről évre, de az biztosan nyugodtabb lesz, mert egy olyan helyre elhelyezni a virágot, ahol olyan sír, amiben van is valaki, egy hozzátartozónk, az könnyebb lesz, és én azt gondolom, hogy ez könnyebbé tenné az utat. Én gyakran nem is értem, hogy ezt mondjuk Szerbia miért nem forszírozza, hiszen ez egy olyan szép gesztus lenne, ami az itt élőknek, akiknek, hiszen nagyon sokan vagyunk, akik érintettek ebbe a kérdésbe, egy nagyon szép üzenete lenne Szerbia részéről. Én azt gondolom, hogy ennek már meg kellett volna történnie, ez az egyik, és hát nyilván nagyon én reménykedem, hogy mi hamarabb. Mert én azt gondolom, hogy van az a pont, amikor már majd a hozzátartozók saját kézbe veszik a dolgokat, és ez a rosszabb, mert ez a világ felé egy nagyon rossz üzenet lesz Szerbiának, hogyha magunknak kell kiásni a szeretteinket is kihozni a temetőbe, de én erre esküdtettem annak idején itt a temetőbe, hogy én ezt mindenképpen véghez viszem, vagy így, vagy úgy. A döntés Szerbia kezében van. Legtöbb helyen, és itt most az egész délvidékről, ha beszélhetek, ezek a tömegsírok méltatlan helyeken vannak. Tehát olyan helyeken vannak, ahol nem lehet megemlékezni. Hát egy dögtemetőben nagyon nehéz megemlékezni, egy buszpályadóron nagyon nehéz megemlékezni ezekről az emberekről. És hát valószínűleg ezért állítottak nem csak Martonoson, hanem sok helyen szerte a délvidéken idéglenes sírokat, ahova egyébként várják a csontokat a hozzátartozók. Tehát úgy vannak kialakítva ezek az emlékhelyek, hogy ezek tulajdonképpen egy üres tömegsír, amiben majd reményeink szerint nem csak Marton, hanem a délvidék szerte mindenütt bekerülnek a csontok, és le tudjuk zárni ezeket a szörnyű eseményeket. Vagy hát nem is tudom, hogy le lehet ezt egyáltalán zárni, nyilván nem lehet, de egyfajta megnyugvást az biztos, hogy hozhat az, hogyha a csontok itt vannak. És akkor talán jobban fogunk hinni a szerb-magyar barátságba is.